Egy. Érika megy. Most egy ilyen kis természetismertető. Ennyi eső után, gyerekek. Csoda, hogy nem rohadt ki minden a földből. Múltkor kidőlt a kukorica. Úgy kellett vissza támogatnom. Terem a Colorado bogár is rendesen. Kézzel szedegetem össze, nem permetezem már őket. Néhány napraforgó is hagyta magát megnőni. A madaraknak mindig hagyok egy párat. Össze kicsipkedik. Nagy, meg kellett támogatni a kukoricát, meg időt. Olyan nedves volt a talaj, hogy egyszerűen nem tartotta meg a léggyökere, és eldőlt. Hát úgy alakulgat. Csóka is ott szépen a kerítés mellett. Néhány szem barack is van. A sárga barack az ugye lefagyott virágzásba. Fokhagymát nem soká szedni lehet. Cseresznyefa tele van. Valaki akar cseresznyét, itt a közelben lakik, jöhet. Még most a héten, mert még kap egy kis esőt, akkor az is elkezd nagyon-nagyon rohadni. Úgyhogy a konyhakert így áll. Kicsit őskáoszos, most elhanyagoltam az utóbbi időben. Érik a piszke, alias egres. A borsó innen kiment már. Volt még egy kis csírás krumplim. Most azt próbálkozik még majd utolérni a többit, meg a bab. Szőlő mutatóba. Fűszer növénykék. Meg így minden vegyesen. És pattogatni való kukorica is megmaradt. Diófa tel is tele. Nem tudom, tavaly nagyon csúnya volt. Gyakorlatilag nem sok egészséges termése volt. Be is jelentették, hogy országosan nagyon rossz a dió termés, mert megcsípte a légy. Aztán itt is itt van az őskáosz. A zugkukorica. Fekete macska bandája. Csövi. Ne ijedj már meg, hát nem bánt senki. Ez a befogadó cicánk kicsit antiszociális. Nagyon elveszítette a bizalmát életének kezdeti fázisában. És itt van már lassan 2 hónapja. Nem akarja megszokni, hogy nem bántja senki. Nagyon bizalmatlan. Mondjuk Blankához ragaszkodik, ő hozzá oda megy. Nagyjából így áll most a kert. Mondom, kicsit el van hanyagolva. Aha, ott vannak a Luizi, Bogi. Jó, a Bogi vette a lapot. Muskátlik szépek. Kert szép, virágos kert észre. Hát nincsen szárasság. Ez a medárd, ez nagyon oda tette magát. Már majdnem olyan a nyár, mint gyerekkorunkban. Na jó, van ennyit a természet egyik feléről, ez nem minden persze, csak részlet. És rátettem a statívra, és remélem, hogy működik. Na, szervusztok! Múltkori videó kicsit félbeszakadt, én se tudtam ellenőrizni, csak mikor szóltatok, mert nem néztem végig, hogy időközben megállt mutatvány. A Duracell nem volt benne eléggé cuflával fel tuningolva, úgyhogy kimerült benne a battery. Nem a titkos szolgálat lőtte le a videót. Szerintem azok élnek, halnak azért, hogy figyelhessenek. Hát ingyen van.
És örülök neki, hogyha valaki elkezdi, van egy pár ilyen szabadkönyves tanonc, aki így bebeszólogat a föltett anyagok alá, nyalva a szabadkönyvesek valagát, csinálva propagandát, és mondjuk azt a látszatot keltve, hogy én gyűjtöm a ti adatokat, a adataitokat, hogy regisztráljatok csak meg, meg nem, és akkor én, gyerekek, ezt a Kurucinfo már 1000 éve megcsinált, tehát azért hozták létre annak idején, ezek már 10 éves történetek, mindenkiről tudnak mindent, de most ezt nagyjából szó szerint vegyétek, ez a megfigyelősdi már abszolút irreleváns, tehát nincs neki az ég adta világon jelentősége. Snowden is leleplezte jó néhány éve, meg a Wikileaks is leleplezte néhány éve. Hát figyelj, akinek rejtegetni valója van, az rejtegesse. És szerintem ugye az ömnek van rejtegetni valója, csak rosszul értelmezi a szabályokat. Tehát nem emberi módon is emberi dolgokat, ami emberi, hanem olyan dolgokat rejtegetnek, ami a köz érdekét sérti. Mert az, hogy mit csinálsz privátban, vagy hogy csinálod privátban, az a te privát dolgod, az tényleg így van. De a közszereplő vagy, vagy közérdekeket sértő módon teszed, amit teszel, és mások elől azért rejtegeted, mert hogyha az kitudódna, akkor negatívan befolyásolná a úgynevezett karrieredet, és esetleg a pénzcsapokra is hatással bírna, az egy megint egy más kérdés. Az egy abszolút más kérdés. Na, mindegy, nem ez a mai téma. A múltkori nem lett befejezve, ezért ott folytatom. Elmondtam nektek, hogy kelet-nyugatról hogy tevődik át a hangsúly és a híreknek a zöme. Úgyhogy közben a híreknek, hírforrásoknak a zöméről meg most már teljesen nyíltan beszélnek, hogy hazudik. Olyan jó kis videók vannak fönn, itt küldözgetitek nekem is, amit ugye megköszönök, hogy én nem vadászok hírekre. Gyakorlatilag úgy működik nagyon régóta, hogy aki talál valamit, az földobja, beteszi a közös tudatba, és akkor így tájékozódunk, hogy mi zajlik a világban. Már legalábbis így képi, meg nem is tudom, írott szakirodalom szintjén. Egyébként meg érzékelésben nagyjából érezhető, hogy megállt a kés a levegőben. Látjátok, mert ilyen nyarunk, ilyen hideg nyarunk, például nem tudom, mikor volt utoljára. Most ez, hogy hideg, nem tudom, olyan 18-19 fok lehet, talán még 20 is átmenetileg. De tegnap a kocsiban, amikor mentem, volt 12 fokot is mutatott a hőmérő. De izgalmas ez a klímaváltozásos téma is. Na, tehát ott tartottunk, hogy az egész média struktúra lebukás alatt áll. Amerika a középpontjába került most ugye a figyelemnek, negatív értelemben, olyan, mint hogyha Trumpra hárulna most minden felelőssége annak, hogy egybe tartsa ezt a szabadkönyves országot, ami nem is ország, hozzáteszem, tehát ugye egy rabrót birodalomról van szó, közkedvelt kifejezés, ez a legitimizációs témakör, gyakorlatilag úgy, ahogy van, Amerikai Egyesült Államok teljes mértékben illegitim. De én majd ezt megmagyarázza mindenki, ahogy tudja. Izraeli szabadkönyves azt mondta, hogy a függetlenségi nyilatkozatot aláíró honalapító atyák 80%-a szabadkönyves volt. Emlékszem, egyszer fölhívott a Szima Judit 2010 elején valahogy, hogy éppen ott áll a parlament előtt, és most beszélt valakivel, hát hogy kivel, azt nem nevezte meg, na mindegy, de ez volt a lényege, hogy és igazam van, mert hogy megerősítettem most már más is, és nem először, hogy a parlamenti képviselőknek a 75%-a kettős állampolgár, vagy több, tehát 2-3. Ez volt ugye 10 évvel ezelőtt. És úgy változott azóta minden, hogy nem változott szinte semmi, de aztán mégis változott sok minden. És akkor a nemzetközi portyázásból, ugye ott emlegettem ilyen kínai, indiai konfliktust, meg Pakisztán, India, Észak-Korea, Korea, ugye Közel-Kelet az eleve, a necces, közben kínai katonai bázisok épülnek ugye szerte szét az ázsiai régióban. Japán belépett a hadszintérre, és nagyjából 10 évvel ezelőtt
8 évvel ezelőtt elkezdett, bejelentette, hogy akkor ő most újra fegyverkezik, és azóta fegyverkezik is, jó cuccaik vannak, nem tudom, hogy egyezett ki a Amerikával, hogy most akkor kinek az érdekeit fogja képviselni, de ha igaz, akkor az oroszokkal, akkor kiegyeztek, mert hogy Japánnak is előbb vagy utóbb költözködnie kell, ugye tudjátok, Fukushima se volt véletlenül, de ott egy erősebb katasztrófa gyakorlatilag egész Japánnak beteszi a kaput. És azért nagyjából 140 millióról beszélgetünk a lélekszámról. És az nagyjából homogén populációról van szó. Tehát Japánban bemész, mondjuk Tokióba, ott ahogy látom meg, ahogy a ottani szakértők ugye nyilatkoznak, ott azért európait nem sokat látsz. A túlnyomó többség az Japán, nem úgy, mint Budapesten, vagy Moszkvában, vagy New Yorkban, tehát mindenféle. Na, szóval haza halad ez a nemzetközi tendencia, gyakorlatilag ezt háborúnak is nevezheted, de áthajózva a úgynevezett hazai pályára, itthon minden nagyon fasza, minden tökéletes király, az ég adta világon semmi probléma nincsen, látjátok, koronavírus második hulláma címszó alatt, most már a gazdaságot is meg akarják védeni, tehát nem csak az egészségügyi intézményekbe vezényeltek törzseket, katonai törzseket. Jó, mennyi oda a kerítés, ez valaki jött, nézd meg, nézzé át, jó? Ellenőrizd. Hanem a gazdaságilag kiemelt státusszal bíró vállalatok mellé is oda teszik a katonai törzseket. Ma reggel olvastam hivatalos tegnapi híreket, hogy most ez van. Érdemes lenne majd elolvasni a magyar közlönyt is, mert úgy néz ki, hogy ezek a most már meg nem szűnő törzsek, meg olyan rendkívüli felhatalmazása van, hogy gyakorlatilag bármit megtehetnek, ami eddig csak bírósági felhatalmazással vagy anélkül se volt kivitelezhető. Többek között azt is vizsgálják, hogy milyen szabályok vannak, amelyek gátolják a gazdaság működését, hogy azt ugye megkönnyítsék. Hát ez nagyon érdekes dolog, gyakorlatilag a KGST is így alakult, ezt vegyétek úgy, KGST, jó? Tehát ezt most lefordítottam nektek, KGST. És ugye a katonai toborzás is nagyon érdekes dolog, mert a sok munkanélkült is valahol be kell integrálni, hát ugye menjetek katonának, most még szépszerével, utána pedig hivatalos sorozással. És mind a mellett, hogy Trianon 100 ugye most de facto lefutott, most már élesbe kezdik nyomatni azt a témát, ami a múltkori videóból egyébként kimaradt, arra tértem rá, hogy Szerbiában minden igaz most van választás, és nagyon erősen kérnek mindenkit, hogy magyar ajkú lakosság menjen el és szavazzon a ottani magyar pártra. Mint ahogy annak idején ugye a felvidékiekkel kapcsolatban is megtörtént ez a óhaj, pontosan paradox módon az ellentéte lett, tehát a magyar már annyira beleszart abba, amit ott pártoskodás címen előhoztak, meg annyira ismeri az ottani zsidó szabadkőműves csűrhét, hogy nem mentek el választani, és nem lett nagy siker. Tehát más szinten kell megoldani a történetet. Na most a délvidéken ugyanez történik, ugyanez játszódik most le. Gyakorlatilag Trianon visszaverbuválása az elszakított részeknek a szellemi-lelki ide csatolása az teljesen nyilvánvaló módon most zajlik, tehát történik. A magyarnak hazudott cionista kormány úgy kezeli ezt a témát, minthogyha nemhogy tabu lenne, hanem kötelező és a nemzeti érzületre alapoz, amely hozzáteszem csak nyomokban vélhető felfedezni, már olyan szinten, hogy azt, ahogy én azt elképzelem, és ahogy azt ti is szeretnétek, hogy megvalósuljon. Ettől még a csűrhe marad. Föltettem egy videót az oldalamra, amelyben ugye katonának verbuválnak, illetve azt a tudatot szeretnék hangsúlyozni, hogy itt magyar családok védelméről van szó. Magyarnak látszó fehérbőrű apa, aztán itt többen megjegyezték, hogy olyan zsidó kinézete van. Hát nem tudom, már lehet mindenkinek zsidó kinézete van a végén, az összes zsidóról meg kiderül, hogy egyik se az. Fehérbőrű anyuka, szőke, kékszer, minden, aranyos kislány, kisfiú, hát egy családmodell, tudjátok, a négy kerék, négy szoba, nulla IQ, átlag magyar,
töregedjél, hogy legyen meg neked minden. Na mindegy, tele van szimbólummal a videó, az anyag. Fenn van a Magyar Honvédségnek a honlapján. Kommentálni nem lehet, mert ott el lehetne akkor mondani a YouTube alatt, hogy körülbelül mi is a meglátásunk ezzel kapcsolatban is. De nyilvánvaló, hogy ez nem a kis Magyarországról szól, már ez a Nagy Magyarország projektről szól, mint hogy Paks 2 is arról kell, hogy szóljon, azért nem nyúlnak addig hozzá, amíg ugye nem valósul meg lényegében a körítés. Lehet, hogy a Belgrád-Judapest kínai vasút is addig várat magára, amíg majd életbe léphet az összes többi a megvalósítási terv is, mire olyan személyek keverednek mondjuk az államtitkárságra, meg a politikainak nevezett szabadkönyves csőcselék közé, akik már szét tudják feszíteni azokat a kereteket. Addig meg el lehet majomkodni, még. Na ennyit a belhelyzetről, mert hogy a helyzet fokozódik, úgy néz ki, hogy gyakorlatilag nincsen alkotmány, nincs törvény, nincs jog, nincs, úgy működik valami, de az nem az igazi, már régen nem az igazi. Tehát ők maguk is tojnak már az egészre, persze a látszatot még fönn kell tartani, hogy van itt rendőrség, meg van jog, meg igazságosság, meg sok minden van, de valójában nincsen. Ezt kicsit jobban belenéztek a lelkiismeretetek tükrébe, akkor érzékelhetitek ott is. Az emberek idióta, debil állatok úgy zömében, Müller Cecília aranyos nagyanyó pont megteszi a szerepkörbe a jó indulata, ez a joviális, nem akar ő rosszat, de hát hazudik reggel délben este, mert hát nem is tudja, hogy mi az igazság. Ugye mondtam, hogy Pekinget zárják, szerintem ott most nagyjából szedik össze a CIA-sokat, meg NSA-sokat, meg a Mossadosokat, kapkodják ki a sorból karantén címszó alatt. Szóval végül is nagyon jó ez a buri, ha úgy veszem. Sokakban adódik a kérdés, hogy akkor most mit lehet tenni. Mert hogy az adóhivatalok is bekeményítettek, fehérítik a gazdaságot. Na nem tőled, meg tőlem, én amúgy is fehér vagyok. Minden értelemben, mert ugye barnulni se tudok, egyszer voltam idáig ebben a fél évben, vagy egyáltalán ebben az évben, így félmeztelen kieresztve, pedig én ilyenkorra már gyerekek, én már nagyon-nagyon barna szoktam lenni. Úgy teljes mértékben napsütötte. Most nem, ez most nem az az időszak. Most úgy néz ki, hogy felső ruházatba, alsó ruházatba, meg még az arcot eltakarva is lehet, vagy muszáj közlekedni. Ugye maszkolni kell mindenkit. Elon Muskról beszéltem már úgy szimbolikusan, hogy ott van. Azt lehet csinálni, hogy a most felébresztett lényeket, akiknek egy része talán még ember is lehetne, azoknak osztani az észt, de nem kicsit. Egyszer. Aztán nem térek ki most nagyon sürgősen erre a témakörre, de úgy látom, hogy sikerült elérni azt az inger küszöböt, és ez talán hála a videó megosztásnak, mert fölteltem a honlapra is a cikkeket, de azt nem olvassátok annyian, illetve a mutatót azt nem tudom, azt tudják úgy szabályozni. Valahogy a YouTube megosztásba gyorsabban terjed így a videóhírek. Ezért lusta is vagyok úgy cikkeket írni, pedig neki kéne feküdni már egy komolyabb elemző cikknek, egy írásnak. Lehet, hogyha időm engedi, akkor lesz ráérkezésem. Na, szóval az adóhatóság az bekeményített, mert mindenkit rá akar kötni most a numerológiára, minden adat, paraméter, költség, költségtérítés, elszámolás, minden, amit költöttél, az megy be hozzá, és akkor ők mindent tudnak, mindent látnak. De nem rólad vagy rólam van szó alapvetően, hát ugye itt hatalmas pénzeket költenek el sok mindenre, sok mindenkik, akik eddig láthatatlanok voltak. Ugye beszélhetünk a készpénznek a megszüntetéséről is, meg a csippezésről, meg a globális rendszernek az emberírtó folyamatáról, tehát hogy kinek kell életben maradni, kinek nem. Ugye erről is özön információ van, hogy itt a 7,5 milliárd, 8 milliárd, lehet játszani a szavakkal, betűkkel, nem osz, nem szoroz, kiirtásáról van szó, hogy nagyjából ez az arany 1 milliárd maradjon. Ugye vannak kőbevésett
paraméterek, amelyek csak 500 millióról tesznek említést. Na mindegy, ez a globális ijesztgetésbe belefér. Nyilvánvaló, hogy már nem olyan egyszerű a játék. Nyilvánvaló, hogy Oroszország szerepe ebben az egész történetben, meg Kína szerepe most már ugye kettő kapcsolódik. Ez eléggé átrajzolódott, nem tudom a korábbi terveket, de a tervekhez képest átrajzolódott. Bár még ott változás lehet, megmondom őszintén, az a nagy helyzet a globális hadszintéren, hogy attól tartanak a szakértők, hogyha Amerika nagyon gyorsan visszahúzódik és elveszíti a világcsendőr szerepét, akkor Kína tud olyan érre törni, amely viszont rögtön globális fenyegetést jelentene Oroszország számára is. Tehát a potenciális partnerből potenciális ellenséget látnak és jósolnak. Tehát, hogy ennek a körforgásnak egyszerűen nem tud vége lenni, Sun-tse ide vagy oda. Hát amit lehetne tenni, az, hogy fölé ébresztetek másokat egyszer. A másik az, hogy elkezdtem ezt a mondatot, hogy beindították a lejárató kampányt, a vármegyések, ezek a fiatal kis 0 kilométeres kis csikók, akik hülye gyerekek voltak 10 évvel ezelőtt is, mert a tüntetgetéseken kívül, meg a rasszista lózungok szavalásán kívül nem sok mindenthez értettek. Most nem azért mondom, de nem is bántani akarom a tagságot, mert én örülök neki, hogy végre fiatalok is csatlakoznak a nemzeti gondolathoz. Az a baj, hogy nem értik, hogy a vezetőik azok mind hülyék. Most nem Zagyva Gyuláról, mert a neve is beszédes a Gyulának, de figyelj, ha a kidobó embernek kellene valahova lenni, mit tudom én, egy ilyen kiszolgáló egységhez, a Gyulát bármikor is nagyon nagy szívvel tudnám ajánlani. Egyébként pedig úgy filozófiai, lelki értelemben, magasságokban a nulla is szint hozzá képes, de ő hozza az átlag jobbikos szintet egyébként, az akkori jobbikos szintet. De ezt nem a Gyula, nem neked üzenem, ez ha tükörben nézel, azt tudhatnád. Ha végignézel bármilyen anyagomat az elmúlt évekkel kapcsolatban, és elgondolkozol azon, hogy mi miért nem találkoztunk soha a büdös életben, pedig körbe szaladgáltam én is az országot, és hívtam a vármegyéseket, Torockait is hívtam több előadásomra, hogy na gyere bassz meg, ha valami gondod van, érted, Tucsek unoka, akkor ott vagyok személyesen, aztán legalább nézzünk egymás szemébe. Valahogy nem tudott összejönni. Most meg már nem is vágyom rá igazán, tehát nem vagytok szint, tehát nem azt a dolgot képviselitek, amit én képviselek. Nem is egy malomban örlünk, szerintem. Tehát nincs nekünk közös utunk, közös gondolatunk, még közös kereszteződésünk sincsen, úgy látom. Nem ugyanaz a dimenzió. De majd erre kitérek szerintem egy hosszabb anyagban, úgyhogy most kezi csókolom, minden jót kívánok!